Sajnos ismertségi körében tapasztalta meg, mit nyújt a bátortábor a beteg gyerekeknek és családjuknak, ami nagyon megérintette. Mondta el a sajtótájékoztatón Szabó Ceceli Ágnes, az adománygyűjtő futás ötletgazdája. Ekkor fogalmazódott meg benne, hogy barátaival, edzőtársaival összefogva megszervezzék az első adománygyűjtő futást, családi napot. 8 órakor regisztrálunk, 9 óra körül a polgármester beszédet fog mondani, köszönti az ott lévőket, aztán tartunk egy közös bemelegítést, ami remélem elég vicces lesz. Utána elindítjuk a 4 kilométeres távunkat, rá 15 percre elindul a gyermekfutam, ahol szülők is kísérhetik a gyerekeket, ez nagyon fontos, már volt kérdés. Bár el lehet engedni egyedül is a gyerekeket, mert ki lesz táblázva minden, és önkéntesek lesznek körbe a pályán, és utána, amikor beérkezett a gyerekfutam és a 4 kilométeres futam, és akkor elindítjuk a 8 kilométeres futamot. Szeretnék mindenki figyelmét felhívni, hogy ez egy adománygyűjtéssel egybekötött élménynap, nem kell élsportolónak lenni, a távokat akár sétálva is megtehetik az odaérkezők, és nincs előírt nevezési díj sem, mondta el az ötletgazda. A szervezők ritkán látott összefogást tapasztaltak a magán- és hivatali szférában is, hiszen nagyon sokan álltak a kezdeményezés mellé. Nyíregyháza szíve együtt dobban, hangsúlyozták a sajtótájékoztatón. Először is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy ilyen mértékben mellénk álltak. Akárhova mentem, mindenhol önzetlen segítséget tapasztaltam. Ami a legfontosabb, hogy el tudom mondani, hogy büszke nyíregyházi vagyok. Ági kolléganőnk is elmondta már, hogy Nyíregyháza szíve együtt dobban. Ezt most minden téren megtapasztaltam. Akár egy hivatalos szervhez mentem, önzetlenül mind a rendőrség, tűzoltóság, városháza, vámis pénzügyőrség, akár a polgármester úr is, mindenki elsőre igent mondott, és akkor ugye jönnek a családok, a magánemberek, az utolsó gyógyszertártól a kisboltosig, akárkit megkerestem, mindenki teljes szívvel és lélekkel az ügy mellé állt. Az első futást március 9-én tartják Nyíregyházán, az erdei tornapályán. A csapat azonban hosszú távon gondolkodik, és ezt követően is évente szeretnék megrendezni a jótékonysági futást.